Barca Zsolt 14 esztendő óta szakmai vezetője a bonyhádi ügyeleti ellátást végző társaságnak. Azt mondja, folyamatosan fennálló probléma, hogy olyan esetekkel keresik fel az ügyeletet, ami a rendes ellátási rendszerben gond nélkül kezelhető lenne. Mindez jelentős teher alatt tartja az ellátószervezetet. Nagyon sokszor láz miatt hívják az ügyeletes orvost, ahelyett, hogy otthon lázcsillapítót adnának. Nagyon sokszor többnapos tünetekkel, panaszokkal keresik fel az ügyeletet, akár éjszaka, akár esti időszakban, vagy ne adj Isten olyan esetekben is, amikor már néhány nappal megelőzőleg volt a házi orvosánál, írtak is fel neki egy gyógyszer, de nem váltotta ki. És aztán az ügyeletet hívjuk, hogy adjon be egy injekciót. Több hetes panaszokkal jelentkeznek időszakosan ügyeleti időben. Van olyan is, aki rendszeresen gyógyszert illatni jár az ügyeletre. Az ügyelet közel 40 kilométeres körzetet lát el, így sok esetben nem tudnak segíteni egy betegen időben, mert olyan helyen kell dolgozni, ami nem az ügyelet kompetenciája lenne. Egy év alatt 6000 beteget látott el a bonyhádi központi háziorvosi ügyelet. Ez jelentős terhelést jelent a kollégáimnak, és sajnos azt kell mondanom, hogy egy általános helyzet ez Magyarországon, tehát szinte valamennyi háziorvosi ügyelet, és nem beszélve természetesen a kórházak sürgősségi osztályáról, küzd ugyanezzel a problémával. Pedig, mondja Barca doktor, számos olyan anyag van, ami közérthető módon a tájékoztatást az adott tünetek kezelésére. Ennek felhasználása jelentősen csökkenthetné a terhelést, és növelné annak esélyét, hogy az ügyeletes orvos tényleg a súlyos esetek ellátásával tud foglalkozni.